ki a díszlet, és elhúzzuk azt a függönyt, ezáltal kialakul egy kis szoba, vagy egy kis tér, ahova be tudunk venni egy pár bútort, vagy egy fotelt, egy kis asztallal. Így mutatta be az Úri Múri díszletének funkcióit Slárkó Anett díszlettervező. A Móri Zsigmond regényéből készült adaptáció eltér az eddigi feldolgozásoktól, hiszen szinte mindegyik fekete-fehéren ábrázolta a kort és az embereket. Szőcs Artúr ettől elrugaszkodva megszínesíti a történetet és a darabot is. A rendezőnek nem ez lesz az első munkája a Nyíregyházi társulattal, korábban az Idős utazást, legutóbb pedig a nagy sikerű Chicagót állította színpadra. Ez egy prózai társulat, azért mondjuk ki, de úgy gondolom, hogy akármelyik zenés színpadon megállna a helyét ez az előadás. Tehát az azt jelenti, hogy úgy kondícióban, mint technikailag följöttünk egy olyan szintre, ahol profizmusról lehet beszélni a műfajon belül. Nyilván megismertük egymást, tudják, hogy nekem körülbelül mi az elvárásom, és honnan kell és meddig építkezni. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó, hogy nem előről kezdjük, de hát nagyon szeretem ezt a darabot, a regényt, nagyon szeretem. Évekkel ezelőtt még játszottam is az egyik szerepet benne, úgyhogy hát én nagyon várom, és ígérem, hogy nagyon jó előadás lesz. A darabot a színház névadójának, Móri Zsigmond születésének 140. évfordulója alkalmából állítják színpadra. A 17 szereplőből 14 férfi és mindössze 3 hölgy, a játékukat pedig 5 zenész kíséri majd. A sírva vigadó magyar mulatozást és a Nagyidai Gergő által alakított főhős Szakmári Zoltán történetét február 22-én 19 órától láthatják a nézők a nagy színpadon.